Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A nyíregyházi városházán köszöntötték Kovács Rihárdot és edzőjét Nagy Lajost. Hétfőn hivatalosan is elkezdte a felkészülést a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A 2025-26-os Magyar Kupa sorozatra 28 várnegyebeli futballcsapat nevezett. Augusztus második felében már felkészülési meccseket játszanak a nyíregyházi kosársuli csapatai. A nyíregyházi városházán köszöntötték az olimpiai 5. ökölvívót Kovács Rihárdot és edzőjét Nagy Lajost. Mint Rihárd elmondta, bár éremért utazott Párizsba, nem csalódott, hiszen mindent kihozott magából. Elsősorban nagyon örülök, hogy már itthon vagyok a kicsivel, itthon vagyok a családdal, mert nagyon hosszú utat jártunk be, nagyon hosszú volt a felkészülés. Nagyon-nagyon nagy élmény ott kint lenni az olimpián, úgy, ahogy elmondták. Hát az meg még nagyobb élmény, hogy olyan ellenfelet tudtam legyőzni, aki olimpiai bronzérmes volt az Ótrá személyébe. Aztán következett egy francia srác, akit nagyon rég ismerek, és nagyon rég a súlycsoport legjobbja. Tudtam, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de úgy mentem fel a szorítóba, a ringbe, hogy mindenképp győzni akarok, és én úgy érzem, hogy mindent megtettem, semmilyen hiányérzet nincs bennem. A Jóisten most így akarta, hogy ez így sikerüljön, de azért ezt nem lehet tőle elvenni a franciától, hogy nagyon ügyes, háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, ezt nem tudja tőle elvenni senki. Milyen volt együtt készülni egy edzőterembe, egy terembe lenni a világ legjobbjaival, a súlycsoportodban is és azon kívül is, meg egyáltalán milyen volt a hangulat az olimpiai faluban? Amint említettem, hogy hatalmas élmény, teljesen másabb egy olimpia, mint egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság. Látni a többi híres sportolót, akire kiskorunkban esetleg fel is felnéztünk, nagyon jó volt, mert hiszen minden sportolónak ott egy a cél, hogy olimpiai bajnok legyen. Nagyon jó volt, tehát a magyar csapat is összetartott, együtt voltunk, hatalmas élmény a falu is, tehát nagyon jó érzés volt ott lenni. Gondolom most következik egy kis pihenő, aztán a folytatás, hiszen egy lépésre egy nyertmese voltál az olimpiai éremtől, és bár Los Angeles még messzinek tűnik 2028, de ha belegondolsz, 2021 óta is elröpent ez a három év 2024-ig. Az az igazság, hogy ezen még nem is volt idő gondolkodni, hogy hogyan tovább, mert teljesen egész évben meg szinte mindig ez volt a célom, hogy olimpián jól szerepeljek, és hogy ki tudjak jutni. Erről még egyelőre nem szeretnék beszélni, hogy hogyan tovább. Átgondolok mindent, aztán majd az edzőmmel beszélünk, és akkor meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. De egyelőre most szeretnék pihenni. Amikor az olimpia előtt beszélgetünk, azt mondtad, hogy már az nagy dolog, hogy Ricsi ott van a legjobb 20 versenyző között, és aki hozza magából a maximumot, bármilyen helyezést ér el, elégedettek lesznek. Most utólag hogy értékeled? Hát ugyanazt tudom mondani, tehát nagyon erős mezőny volt, bárki képes volt megverni bármelyik ellenfelet, és szerencsére a Ricsi nagyon jó formát tudott mutatni, hogy első körbe előnyerő volt, aztán az ausztrál Tokió bronzérmese. Tévesen jelent meg a médiában, mert nem 60 kilóban, ugyanebben a súlyban volt bronzérmes, 60 kiló nincsen az olimpián. Fantasztikusan boxolt, az első menet volt ilyen langyosabb, aztán eszméletlen volt a harmadik menetben, már szemtelen is volt, úgymond az ellenféllel leiskolázta. És a következő körben az éremért jött a francia, a hazaiak nagy esélyese, ami egy szempontból is, tehát több szempontból is nehéz ellenfél volt, egyik háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, lényegében nagyon jó bunyós. Állítom, hogy az olimpia legjobb bunyósa jelen pillanatban, súlycsoportoktól független, illetve a hazai pálya, illetve bejelentette az olimpia előtt, hogy ez az utolsó versenye, itt szeretne bajnokként búcsúzni, olimpiát nyerni, szóval elég nagy. Aztán azért szembesültünk a helyszínen is, hogy teltház mellett vonultunk be, és teljes fügyszó, kifütyöltek mindent, tehát volt nyomás rendesen. Ahhoz képest én úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal szorosabb volt ez a meccs, mint a pontozás mutatta.
nagyon sok, tényleg egy-egy találattal tudta vinni a francia csak a meneteket, és fantasztikus volt az az akarat, amivel még az utolsó menetben is nekiállt Ricsi, hogy mindent el kell döntsön. Nem sikerült, de azt hiszem, hogy így lehet kikapni az olimpián. Neked is ez volt az első olimpiád. Mennyivel ragadott magával a hangulat? Hallottuk sokfelől, hogy mivel másabb az olimpia, mint egy világbajnokság mondjuk. Hát teljesen másabb. Nem csak maga az összsportágak ott lététől, rengeteg versenyző, tehát napközben is az ember rendesen szédült a tömegbe, meg annyi külföldi, mindenféle ugye, ország melegítői, tehát fantasztikus volt. Maga az, ahogy a versenyzőkre nyomást gyakorol az olimpia, ez elmondhatatlan. Azok, akik világbajnokságokat tudtak nyerni lazán, most első körben búcsúztak, nem csak ökölhívásban, minden más sportágban. Tehát eszméletlen, az olimpia más. Ricsinek lesz egy pihenő, lehet, hogy hosszabb pihenő, neked gondolom alig, ha mi vár még rátok a NVC Beatboxingnál össze? Most keményen bekérdeztél, mert pont ez az, amin nem gondolkodtam a napokban. Hát jönnek az ősszel az országos bajnokságok, tehát ezek feltétlenül, illetve lesz egy 22-es EB, ott nem tudom még, hogy kell-e válogatót boxolni mondjuk a Petri Mámilánnak, akit úgy gondolom, hogy odavaló. Ezek majd most augusztus végén, szeptember elején letisztázódnak. Az OB-k azok minden korosztályban lesznek, úgyhogy végig megy az ősz. Hogyan ismeri a város, mennyire ismeri ezt a teljesítményt? Egyrészt a Ricsi már korábban kapott egy Bencs Kálmán aranyérmet, nyilván azért, mert ugye ő kétszeres bajnoki bronzérmes, és az NVSC-ben készülve talán a tehetsége az mindenféleképpen kiviráglik, mert nyilván ez egy pici klub, kisebb anyagi lehetőségekkel itt az embereknek, hogyha ilyen nagy világversenyre vagy olimpiára, Európa-bajnokságra ki akar jutni, akkor duplán kell, azt gondolom, hogy teljesítenie. És nyilván ez egy nagy büszkeség azért is, mert lényegében egy tanáremberről beszélünk, aki tanít és oktat, tanít történelmet ugye, és tanít testnevelést, és úgy áll egy profi boxolóként, vagy úgy áll kint a gyerekek előtt, olimpiát megjárt emberként, hogy nem kell szégyenkezni, és tanítja őket. Tehát egy olyan példakép lehet a gyerekek előtt, amely nagyon fontos a város számára pedig. Van két olyan sportoló, nyilván a Máté és a Ricsi, aztán ki lesz a István is a vívásban, a paralimpián, tehát három olyan versenyzője van a vármegyének és a városnak, akik olimpián versenyeznek, az mindenféleképpen nagy büszkeség, mert ahogy mondtad, a kvalifikációs rendszert, ahogy megváltoztatták, sokkal nehezebb ezekben a sportágokban kikerülni, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy büszkeség a városnak nyilvánvalóan. Hétfőn hivatalosan is elkezdte a felkészülést a Hübde Nyíregyháza Bullsharks. A Meri Mekmedovics vezette szakmai stábban és a játékos keretben is történtek változások. Igazolás alapján lehet látni, hogy egy olyan fiatal csoport, úgy, ahol valahogy beszéltünk a Mohával, hogy kell csinálni egy koncepció, amiben vannak fiatalok, amiben vannak a nyíregyházi fiatalok, amiben vannak a játékosok, akinek a munka ez legfontosabb és fejlődés, egy ambiciózus program. Szerintem amerikai gyerek, aki ilyen tizedike, ugyanaz fajta lesz, szerintem először jön Európába, és ez is olyan fiatal játékos. Sok munkával akarunk elérni, hogy legyen olyan jó kosárlabda játszó csoport. Érdekes legyen a közönségnek is, a mindenkinek, aki szereti ezt a klubot. Sok munka lesz, de fejlődés nélkül az nem lehet csinálni a munkát. Tudunk nagyon jó, hogy kétfajta csapatok vannak. Akinek van pénz igazol, az is egy út, és van a másik fajta, aki nevel, és hát csinál egy olyan pozitív program. Szeptember végén kezdődik valamikor a bajnokság, hogyan épül fel addig a felkészülés? Most itt vagyunk, egy kicsi probléma, hogy a Izsák tárján ez 3-3 válogatott, még mindig van a feladatok, és ez a héten nem lesz velünk. Program
Ez következő, hogy 23-a és 24-a játszunk első edző meccsek Debrecenben. Utána vagyunk Tiszavárosból, utána jön a Sitkóhernő tornát, utána lesz a Vasas és a Miskolc, ahogy terveztünk, az az edző meccs a programja. De munka heti nagyon sok edzés van, kevés idő lesz a pihenésről, és a, mert fiatal a csapat, nagyon sokat kell tanulni, de szerintem szeptember 27-ig rendben leszünk. Változás volt a szakmai stábban is, ugye Szobi Dániel, Vaskó György és Demeter Ádám van melletted, miért éppen erre a három fiatal szakember esett a választás? Én ugyanaz, ahogy játékosok választom. Jön a játékos, és egész nap kötelezze magát kosárlabdának. Ugyanazt kerestem az emberek, akinek a van szakmai jövője, és akkor egész idő foglalkozik kosárlabdával. Gyuri ez ilyen, Dumével még tegnap erről beszéltünk, a Dani az 10 év velem volt, teljesen tudja, hogy mennyi ez fontos, hogy foglalkozik ezzel. Nagyjából minden hárman iskolában is vannak, edzőiskolában, és valahogy ez neki olyan elméleti munka után, egy olyan praxis, hogy tudják igazán mit jelenti a edző munkát, és hogy kell feljönni. Zajlik az olimpia, ugye kosárlabdában is lehet azt mondani, hogy ez a csúcs, milyenek eddig a benyomásaid? Hát ez fantasztikus játék. Szerintem ez, elértünk ezt a időszak, ahol a amerikai csoport ez extra, de nem olimpia, szerencsére csak rólunk van szó. Fantasztikus csapatok játszanak, nem mondom szerb csapat, aki egy nagyon jó csapat, de kanadai, Ausztrália, Dél-Szudán, a mindenki, aki játszik ez a modern kosárlabda játék, partner amerikaiak, és akkor meccsek fantasztikusok. Nincs olyan meccs, ami nem lehet látni valami pozitív, mindenki harcol pozíciója. Látható volt, hogy olimpia előtt volt egy olyan prognózis, hogy a franciák leszek szuper, de hát van probléma nekik is, láttuk a németek, mint a volt világbajnokok, hogy milyen szépen játszik, milyen csapat van. Végül is olyan modern kosárlabda, amit mondtak most, free game megy, és a mindenki ebbe érvezi. Ha egy női meccsen van 27 ezer ember, akkor ez egy olyan nagyon-nagyon pozitív dolog kosárlabda irány. Hétfőn hivatalosan is elkezdtétek a felkészülést, de beszéljünk egy picit az elmúlt hetekről. Neked most már szülőként hogyan telt a nyári szünet? Igen, hát már múlt héten lejöttünk, aztán elkezdtünk kicsit még berendezkedni, voltak kis edzések, de az inkább még csak egy ráhangolódásról szólt. Hát a nyaram tartalmasan telt, júniusban született ugye a kisfiam, nagyon-nagyon élveztük minden pillanatát a nyárnak. Ott volt kb. Egy 2 hét szünet, amit úgy kivettem apa szünetnek. De azon kívül nem álltam meg egy pillanatra se, Szegeden voltunk, ott szültünk, úgyhogy Szegeden készültem egész nyáron, úgyhogy tartalmasan telt abszolút a nyarom. Vannak olyan játékosok, akik már várják a felkészülés kezdetét, és ők szeretik, és vannak, akik kevésbé. Te melyik oldalhoz tartozol? Régen azt mondtam volna, hogy inkább aki annyira nem várja, de ahogy öregszik az ember és tapasztaltabb lesz, szerintem belátja és tudja, hogy nem szabad úgy odaérkezni az augusztusi alapozásra, hogy nem csináltál semmit előtte 2 hónapig vagy 3 hónapig. Úgyhogy most már az utóbbi években azért mindig így telt a nyaram, hogy nem nagyon hagytam abba az edzéseket, mert utána tudom, hogy az augusztus az már kinkeserves lenne. Átalakult a játékos keret részben, te a rutinosabb játékosok közé tartozol, majd gondolom egy vezérszerep vár rád az öltözőben és a pályán is, hogyan készülsz erre? Igen, hát egy teljesen új szezonnak nézünk elébe, teljesen új csapattal, de a koncepció az maradt. Ugye, mert én ugyanazt kéri tőlünk, ugyanazt a játékot nagyjából, mint tavaly, viszont szerintem erre olyan szempontból atletikusabb és fiatalabb csapatunk van, akik ezt a pörgős, futós játékot remélhetőleg majd jobban tudjuk összehozni. Várom az új szerepet, nem nagyon voltam még szerintem ilyen szerepben karrierem során, hogy a legidősebb játékos tegyek a csapatba. Élvezem eddig, és készen állok rá, hogy bizonyítsunk, és bizonyítsak én is.
Milyenek az első benyomások az új társakról? Abszolút pozitív minden benyomásom eddig. Nagyon jó srác az összes. Szerintem hamar össze fogunk csiszolódni. Minden attól függ igazából, hogy mennyire hamar tudjuk, vagy tudják ők, akik még újak, megérteni azt, amit merünk kérni szeretne tőlünk, mert nyilván akik már tavaly is itt voltak, ők tudják, hogy mire számítsanak, tudják a rendszert, ismerik a rendszert. Igazából szerintem ez lesz a fő irányvonal, hogy milyen gyorsan tudunk beletanulni és összeszokni együtt ebbe a rendszerbe. Sorsoltak a labdarúgó Magyar Kupában az MLS vármegyei igazgatóságát. A 2025-26-os szezonra 28 csapat nevezett. Az elmúlt hétvégén 7 vármegyei csapat lépett pályára, 3-an jutottak tovább a labdarúgó Magyar Kupa 2024-25-ös sorozatának első országos főtáblás körében, viszont ma már a vármegyei igazgatóságon kisorsolták a 25-26-os sorozat vármegyei selejtezőinek párosítását. Hány csapat nevezett erre a sorozatra? Összesen 29 csapat nevezett a megyei kupára, ebből egy csapat még a sorsolás előtt visszalépett, így 28 csapattal számolunk. Úgy indítottuk a sorsolást, hogy a 28-ból 4 csapatot kiemeltünk. Ez a 4 csapat a tavalyi kupagyőztes, az ezüstérmes, illetve az elődöntőnek a 2 csapata, megnevezve a Tarpa, az Újfehértó, a Nyírbátor és a Baktalórendháza. A megmaradt 24 csapatot 12 párba sorsoltuk, és augusztus 21-én játsszuk le az első fordulót. Ebben az évben még 2 fordulót fogunk lejátszani. Minden forduló után nyilvános sorsolást fogunk tartani, ugyanúgy, mint ezt most is tettük. Lehet-e tudni, hogy hány csapat jut majd fel az országos fődábára, és ennek mikor derül ki? Egyelőre az MLS-től nem kaptunk még létszámot. Általában ezt év végén, illetve a következő évnek az elején szoktuk megkapni. Azért alakítjuk ki mindig azt a helyzetet, hogy 16 csapatig jussunk el, és onnan tudjuk egyszerűen megoldani egyrészt a megyei kupa döntőt is, illetve az országos főtáblára való feladást is. Ha már megyei kupa döntő, az elmúlt években nagy sikere volt ezeknek a meccseknek, meg lesz ez 2025-ben is? Évek óta hagyományt csinálunk ebből, nem minden megye csinálja, de mi úgy gondoljuk, hogy a csapatok is várják, és az a körülmény, amit egy-egy megyei kupa döntőn meg tudunk teremteni, úgy gondolom, hogy minden csapatnak szükséges, akik eljutnak a döntőig. Beszéljünk egy picit a szabályokról, ugye a kupáról van szó, érvényesül az alacsonyabb osztályú csapat továbbjutása azonos egyenlő eredmény esetén? Már a sorsolásnál is érvényesül az osztályba sorolásnak a helyzete, így minden esetben az alacsonyabb osztályú csapat játszik hazai pályán, illetve ha azonos osztályú csapatot sorsolunk, akkor az először kihúzott csapatok lesznek a hazai csapatok. A továbbjutást illetően pedig minden esetben döntetlen eredménynél az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályú csapat játszik döntetlent, akkor pedig a büntetőről rugott 5-11-essel kell eldönteni. Ha ezt nem dönt, akkor addig rugjuk a büntetőt, ameddig el nem dől a továbbjutás. Lehet, hogy az elején kellett volna kérdezem, de a 28 csapatban melyik osztály képviselői vannak a legtöbben? Minden osztály képviselteti, hál' Istennek, magát. A megyei másodosztályból vannak többen, de nagy örömünkre szolgál, hogy 2 harmadosztályú csapat is nevezett, így az Érpatak, illetve a Nyírlogosese is. A hétfő nap a kupasorsolásról szólt itt a vármegyei igazgatóságon, viszont már fókuszban a bajnoki pontvadászat is, hiszen a hétvégén rajta a vármegyei első osztály sorozata, mégpedig 15 csapattal. Rendben van-e minden az előkészületeket illetően? Igen, úgy néz ki, hogy rendben van minden, ugye ezek közül a megyei csapataink közül többen már az elmúlt hétvégén az országos kupa első fordulójának főtáblás mérkőzésein pályára léptek, ugye játszották az edzőmérkőzéseket, úgyhogy rendben van. Kicsit csonka lesz az első forduló, hiszen lesz egy olyan párosítás, a Baktalórendháza Nyírbátor párosítás, amit majd október végén pótolnak, hiszen mind a két klubnál olyan rendezvény lesz a hétvégén, ami miatt most nem tudják lejátszani a mérkőzést, tehát az első fordulóban 6 találkozóval kezdünk a vármegyei első osztályban. Tart még az átigazolási időszak, milyen a játékos mozgás? Továbbra is olyan, mint ami az elmúlt években volt, mindig van egy olyan hullámzó, amikor egy-két héten keresztül ugye az utolsó szabad átigazolási napokon, vagy az utolsó átigazolási napokon majd azért többen lesznek, egyébként pedig ilyen normál mederben folyik az átigazolás. Az augusztus utolsó hetében még szerintem azért itt olyan játékosok, akik az első fordulóban nem kapnak annyi szerepet, vagy megsértődnek, vagy még akarnak esetleg komolyabb csapathoz menni, akkor én úgy gondolom, az utolsó egy hétben még azért lesz egy komolyabb játékos mozgás.
Ezen a hétvégén indult tehát a első osztály, mikor indulnak majd a második és harmadosztályú küzdelmek? 2 hét múlva, tehát az augusztus 24-25-i hétvégén indul a vármegyei második és harmadosztályi bajnokságaink. Farkasinszki Gyuláné irányításával elkezdték a felkészülést a nyíregyházi kosársori csapatai, az NKS korosztályos együttesei augusztusban már felkészülési meccseket is játszanak. Július 29-ével kezdtük a felkészülést, mert nem tudjuk, hogy melyik csapatunknak kell előselejtezőzni, és aki előselejtezőzik, az már szeptember első hétvégén mérkőzés játszik, tehát ahhoz, hogy azt a mérkőzést mi úgy tudjuk megoldani, hogy fölkészülten, ahhoz el kellett kezdenünk edzeni. Természetesen vannak olyanok, akik nem tudták ekkor elkezdeni, folyamatosan jönnek, mennek a gyerekek, attól függően, hogy kinek mikor van még nyaralási beutalójuk, hogy ki az, aki akkor megy el, mert a családok azért nem mindig tudnak alkalmazkodni az, hogy egy felkészítés mikor kezdődik, de a nagy része azért az 29-ével elkezdte a munkát. Létszámot, minőséget tekintve rendben van-e minden korosztály? A juniorjaink azok továbbra is kevesen vannak, annyi, hogy létszámban azért meg vagyunk, tehát nem lehet, úgy tudom, kötelező létszámunk megvan. Sajnos van egy olyan kimaradó generációnk, ez a 2007-8-as, aminek 6-os is ugye, mert tavaly is kevesen voltunk. Ez éveken keresztül elkísér bennünket, sajnos pontosan emiatt nagyon nehéz az NB1-ünket is megoldani, tehát muszáj a fiatalabbakkal föltölteni, sőt muszáj az idősebb játékosainkat visszacsalogatni, visszahívni. Hál' Istennek itt azért két ember is hajlott a jó szóra, jöttek és segítik a kosársulinak a munkáját. Tehát én úgy gondolom, hogy a többi korosztályban is probléma, a kadettjeinknél jó a létszám, serdülőknél jó a létszám, ott két-két csapat is el fogunk tudni indítani. Tehát egyedül itt a fönti rész, tehát a junior és az NB1 az, ami picikét még nehézkes, de bízunk benne, hogy egy-két éven belül a mostani generáció fölnő, és akkor már nem lesznek létszámbeli problémáink. Lehet-e már biztosra tudni a 2024-25-ös versenykiírást illetően? Annyi, hogy megkaptuk a versenynaptárt, most abban helyek közel tudjuk azt, hogy mikor vannak fordulók, mikor kell selejtezőzni, előselejtezőzni. A helyek közel azt is tudjuk, hogy melyik korosztály előselejtezőzik és melyik nem, de erre biztosat nem lehet mondani, mert ugye attól fog függni, hogy hány csapat nevezett be. Az is lehet, hogy itt most felpillanat a kadettünk is előselejtezőn van, de az is lehet, hogy előrébb csúszunk, és akkor nem kell előselejteződni, csak a selejtezővel fogjuk tudni folytatni a továbbiakat. Várjuk, türelmesen várunk. Arról volt, hogy ezen a héten már megkapjuk akár a csoportbeosztásokat, megkapunk mindent, ugyanez vonatkozik az amatőr NB1-re, és természetesen vannak ilyen információk egyik-másik csapattól, akik ugye közelebb vannak a budapesti részvédésüket, tudják, hogy azért ott mi történik. Az is lehet, hogy kevesebben leszünk, ki tudja, most akkor 2 vagy 3 csoport lesz, azon türelmetlenül várjuk, hogy mégis mi fog velünk történni. Tervezek-e hazai tornát, vagy utazok-e valahová? A hazai tornát mindenféleképpen tervezünk, mert a PVSK csapata kérte, hogy hagyjuljanak már hozzánk tornára, de egyébként nem csak ezért, hanem annak a korosztálynak kell, hogy mindenféleképpen felkészülési tornája legyen. Előtte is fogunk mérkőzéseket játszani, mert a jövő héttől a Csata DSA U11-U12-es csapata edzőtáborozik Nyíregyházán, délelőttönként az egyetemen fogják eltölteni, délutánonként pedig a mi csarnokunkban fognak edzeni. Van egy icike-picike pihenő, 3-4 nap, és utána pedig a Szolnokot látjuk vendégül, ők az U14-es csapatukkal jönnek hozzánk táborozni, és ők kérték azt, hogyha lehet, akkor az U14-el, U16-kal játszunk már egy-egy mérkőzést, hogy ők is lássák, hogy hol tartanak. Közben az MVS-i Vadmocskák csapata is megkeresett bennünket, hogy szeretne mindenféleképpen játszani, tehát igazából nem lesz unalmas a következő heteig munkája sem. Zajlik az olimpia, és van nyíregyházi érdekeltség is a kosárlabdában, hiszen az a most már csabai kaskötő Brigitta, aki itt nevelkedett fenn nálatok, játékvezetőként fújt a elődöntőben és a döntőben is a 3x3-ban. Mennyire büszkeség ez, és mi a véleményed egyébként a kosárlabdatornán látottakról? Egy órási büszkeség, tehát bármelyik gyerekünk bárhol szerepel, azért mindig nyomon szoktuk követni, hogy ki merre jár, mit csinál. Én úgy gondolom, hogy ő, az ő maga szorgalma, alázata, amit ő azért beletett ebbe a játékvezetésbe, az most kifizetődött. Tehát ő
ott odaért, reméljük, hogy egyszer majd az ötödben is sikerül neki ugyanezt megvalósítania. Én úgy gondolom, a 3-3-ban is ez szenzációs. Igen, én is nézem az olimpia közvetítéseket már, amikor tehetem, amikor nincs edzése, és tanulunk mi is belőle, hogy mi az az irány, amerre nekünk is haladnunk kell, hogy mennyivel fizikalitásabb lett ez az egész, hogy jó a technikai tudás, a taktikai tudással együtt, de ahhoz muszáj a fizikai képességeket is megszereznünk, mert ha nem, akkor egyszerűen el fognak sodolni bennünket a pályán. Igen, ezek a tanulságok, amiket mi is most levontunk ezekből a mérkőzésekből. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!